Nótaszótól volt hangos kocsola, a szüreti menet a lovasokkal az élen bejárta a település utcáinak nagy részét. Sajnos 2019-ben volt utoljára a szüreti felvonulásunk, azóta nem sikerült megrendeznünk hát a pandémia helyzet miatt is, de most nagyon készültünk erre az eseményre, úgyhogy elég sok fiatal sikerült itt beszervezni erre a felvonulásra. Én úgy érzem, hogy örültek is a felkérésnek, és szívesen jöttek. A kisbíró is egy nagyon kis fiatal srác, és szerintem nagyon jól végzi a dolgát. Vessük csak a szemünk Keszte Csabi portájára! Jó asztalos mesterünk a faluban, borával mindenkit megkínálunk ma, mitől jó szívvel felajánlott, legyen ezért nagyon-nagyon áldott. Sajnos kirült a posta épülete, az embereknek nagy volt a rémülete. Szegény Viki másutól jár már dolgozni, kemping helyett neki állt ő buszozni. Csekkünk, és a levelünk azért nem marad árván, feladhatjuk a Gyöncentrum bővült házatáján. A kisbíró a kor szelleméhez méltóan gyalogtette meg a menettel a szüreti felvonulást. Annak idején jellegzetes egyenruhát viselt, most sem volt ez másként, kezébe sokszor pálcát hordott, hogy hangot tudjon adni mondandójának. Kocsolán ötletes, a házra jellemző szövegeket olvasott fel a kisbíró minden megálló alkalmával. Körülbelül 25 fiatal párt sikerült így megfűznünk erre az alkalomra, és ugye velünk vannak az óvodásaink, iskolás gyerekek is vannak, úgyhogy elég szép nagy számban vagyunk itt a felvonuláson. A bíró-bíróné szerepe megvan, mindig az utolsó házasolandó pár látja el ezt a feladatot, ez idén is így működött, úgyhogy nagyon örültünk, hogy elfogadták a felkérésünket. A bírói szerep az egy új státusz, mert eddig egy másik bíró végezte ezt a feladatot, de ez a kisbíró is úgy gondolom, hogy nagyon jól végzi a feladatát. A településen számos díszkapu árulkodott arról, hogy milyen sokan öltötték magukra a népviseletet, hiszen az utcákon a kötélre fűzött szőttesek a menet tagjainak portáinál kerültek elhelyezésre. Általában azoknál a házaknál van a díszkapu, ahol felöltöznek a fiatalok, és akkor feldíszítik különböző ilyen szép régi terítőkkel a díszkapukat, és az a szokás, hogy megállunk minden egyes díszkapunál, a kisbíró elmondja az adott házra jellemzőket, és utána egy tánccal zárjuk. Ez a felvonulásunk nem egy rendhagyó felvonulás, mert nagyon örülünk neki, hogy a Magyar Falu programnak köszönhetően sikerült egy útszakaszt is átadnunk, és az óvoda játszóterét is, és a BM pályázatnak köszönhetően még egy útszakaszt sikerült átadnunk. És akkor itt egy nagyon kis jó program alakul ki, mert folytatjuk a vendégházban kulturális programokkal. A megállók helyszínén egy kis frissítést követően zeneszóra ropták a táncot a helyiek. A régmúltban a zenészek követve vonultak a falubeliek a szüreti bál helyszínére. Az ünnepi díszbe öltözött szüreti menet vendége volt a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is, aki fontosnak tartja a hagyományok ápolását. Kocsolán a szüreti felvonulásnak nagy hagyománya volt régen, most elmaradt néhány évig, és nagyon örülök, hogy az idén újraindult ez a hagyomány. A közösségek összetartása az egy nagyon fontos feladat. Mindig azt mondjuk, hogy hiába fejlesztenénk infrastruktúrát, most is utakat adunk át, játszóteret adunk át, hogyha nincsenek élő és erős közösségek, akkor kiürülnek, illetve tartalmatlanná válnak ezek a beruházások, fejlesztések. A legfontosabb fejlesztés mindig a közösségfejlesztés, és ez egy jó példa arra itt Kocsolán, hogy ez megtörténik, ez az alap. A helyiek örömmel kísérték a szüreti menetet, hogy ők maguk is részesei legyenek a hagyományápoló felvonulásnak Kocsolán.